A halottak napjához kötődő megemlékezések a hosszú temetőben kezdődtek, ahol Deák Lajosné önkormányzati képviselő, dr. Molnár Krisztián megyei főjegyző és Szabó András ezredes, az összhaderő nemi parancsnokság parancsnoki iroda vezetője koszorúzott, az eseményen a helyőrségi zenekar működött közre. A régi budai úti laktanyánál található emléktáblánál Mészáros Attila tanácsnok, a megyei főjegyző és Szabó András ezredes rótta le kegyeletét. A megemlékezésen részt vettek a gróf Széchenyi István műszaki szakközépiskola diákjai. Az orosz katonatemetőben Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzata, Fejér megye önkormányzata és a Magyar Honvédség összhaderő nemi parancsnoksága képviseletében helyezték el a kegyelet virágait. A Szentlélek katonatemetőben Égi Tamás Székesfehérvár alpolgármestere, Törő Gábor a Fejér megyei közgyűlés elnöke és Szabó András ezredes közösen helyezték el az emlékezés koszorúját. A déli harangszót követően a Városház téri II. Világháborús emlékműnél zajlott központi megemlékezés, melyen részt vettek a történelmi egyházak képviselői. Közösen koszorúzott dr. Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere, Törő Gábor, a Fejér megyei közgyűlés elnöke, Varga Tamás, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára, és Tomján László vezérőrnagy, a Magyar Honvédség összhaderő nemi parancsnokságának parancsnoka. Székesfehérvár önkormányzata a város díszpolgárairól is megemlékezett. A Csútora temetőben Ágoston Béla sírjánál Brájer Éva alpolgármester koszorúzott, napközben pedig minden eltávozott díszpolgár nyughelyére sírcsokor került. A város nevében koszorúk kerültek a zsidó temetőbe, a Rácz temetőbe, illetve a csalai orosz katonatemetőbe is.